Hellóztok, szervusztok! Gyorsan válaszolok Tíme a kérdésére. Több kérdés volt föltéve, és az egyik kérdés az az, hogy kik azok, akik gyógyítanak minket. Hát először is ugye vannak az égi lények, akik irányítják az egész emelkedést. Számunkra nem láthatóak, mert a mi érzékelő rendszerünk, a szemünk, fülünk, nincs erre hangoló, tehát mi egy nagyon-nagyon vékony spektrumot látunk csak abból, ami folyik. Közöttünk vannak, de mi nem látjuk őket. Az emelkedés arról fog szólni, hogy mi is megyünk fel vibrációban, ami annak is a funkciója, hogy gyógyulunk és engedjük el ezt a sok francot, úgy megy fel a mi frekvenciánk. Ahogy megy fel a frekvenciánk, úgy annál többet fogunk látni. Szeretném gyorsan elmondani, mert mint látjátok, a hál' Istennek működik. Jó, nincs ez a torok rekedség, tehát nem vagyok reked, hál' Istennek, hogy ez a gyógyulás, ez egy ilyen, tudod, egy kicsit előre, aztán kicsit hátra, kicsit előre, kicsit hátra, a típusú tiritoli. És nem tudunk úgy gyógyulni, hogyha nem veszünk tudatos részt ebben a folyamatban. Tehát neked is tudod, tanulni kell, olvasni, alkalmazási technikákat kell alkalmazni. Tehát ezek nagyon fontosak, jó? És akkor Timi említette, hogy nehezen engedi az új információt, és hogy egy ilyen összeomlás történt. Ez ezzel jár. Tehát, ha belegondoltok, hány év, 10 000 éve egy eszméletlen komoly ilyen hazugságban éltünk, az illúzió. És az illúzió abból állt, hogy mi azt hittük, hogy ez van. Mi azt hittük, hogy ebben bízhatunk. Mi azt hittük, hogy abban nem bízhatunk. És igazándiból szinte az egész ilyen feje tetején áll. Akiben mi bíztunk, az megbízhatatlanná vált, aki ebben nem bíztunk, az meg Jézusom, ez végül is az igazat mondta, és nagyon nehéz. Tehát egy ilyen bizalmatlan életben éltünk. Ezért kell nagyon. Hát nehéz. Oké, sokat akarok mondani, és csak egy számban. Hogy amikor nehezen fogadunk be információt, én ezt megértem. Én se hallgatok sok embert. Tehát nekem már nem kell meditálni, tudod, mint a szolár krisztusi tudatosság ma már csak jönnek az információk, tudod? Ettől függetlenül vannak mentorjaim, tehát. De az a mentor az nagyon magas helyen van, nagyon magas szintű. Volt egy olyan kérdés még, mivel sajnos ennek a gyógyulásnak a folyamata, vagy a része, és ez ami, tudod, nehézé teszi ezt az egész gyógyulást. Az az, hogy Timi is mondta, mintha becsavarodtam volna. És az történik, hogy ahogy gyógyítjuk ezt a részt, tudod, hogy mondtam, a belső fájdalmakat, akkor az elutasított külső árnyoldalainkat, kezdünk úgynevezett identitásmentessé válni. Már nem tudjuk, kik vagyunk. Tudod, én is mérnök voltam, akkor a hipnotista voltam, de már nem. És akkor, ahogy növekszik ez, már nem csak mérnök vagyok, már nem csak hipnotista vagyok, már nem csak egy healer vagyok. Tehát amikor az ember egyre több identitását tudja úgy integrálni, hogy már nem tudjuk, mint egy önéletrajzba csak így leredukálni, akkor jön egy ilyen nagyon fura érzés, mert olyan, mintha így lebegnénk, mintha két világ között meglennénk, rekedve. Nem tudjuk, kik vagyunk. Ez egy magasabb szinten ez úgy magyarázható, hogy Istennek ártatlan gyermekei vagyunk, isteni lények vagyunk, és ahogy növekszünk, ahogy gyógyulunk, ahogy emelkedünk, úgy egyre több mindenek vagyunk. Csak. Ez azzal jár, hogy ez félelemmel jár. Mert tudod, hozzá vagyunk szokva, hogy oké, bemegyek az irodába, akkor itt meg itt ezt csinálom, akkor ezért kapok fizetést, és akkor ez vagyok.
Viszont ez minket megöl, ez a típusú élet. A spiritualitásnak, ami hiányzott, szándékosan ki volt iktatva, mert a spiritualitás az azt jelenti, hogy szabadság. Rengeteg embernek van egy csomó ilyen fals hozzárendelése, meg jelentése, hogy a spiritualitás neki azt jelenti, hogy. És ezért azok az emberek rosszul vannak. Aki eddig azt mondta, hogy az hülyeség, az balarság, az mind előbb-utóbb meg fog makkanni, vagy be fog kattanni, mert ez a régi egóvilág. Tehát a Matrix az arra szólt, hogy ez a sátánista egóvilág. Lehülyéztük a normálisat, tudod, dicsőítettük a barmokat, és akkor most az egész világ szétesik, és feltárul elénk egy új menetrend, egy ilyen recept. És ezen, ami nekem így működött eddig, hogy földeld le magad. Tudod, tehát tudd azt, hogy ez van, ez egy normális része, én is úgy éreztem magam jó pár évvel ezelőtt, most már, is tudom, 6-7 évvel ezelőtt, hogy mikor itt rengeteget dolgoztam magamon, hogy bementem a boltba, a zöldségboltba, és úgy éreztem magam, mint egy E.T. Tehát így tudod, így, mintha nem is a földön lenni. Nem kell megijedni tőle, az csak az emelkedésnek egy fázisa. Azon is túl fogsz jutni. Az a lényeg, hogy ha úgy érzed magad, hogy lebegsz, meg nem tudod ki vagy, akkor csak annyit jelent, hogy igen, hogy egy integrálatlan része vagy még az új világnak. Tudsz ilyen affirmációkat csinálni, hogy elfogadom magam, elfogadom vagy az új világot. Az egy jó világ lesz. Csak másról fog szólni. Nem tudjuk ezt a leredukált, kis gondolkodású életet élni, hanem azt kell mondani, hogy sokkal több vagyok, mint amire eddig gondoltam, és ez a növekvés, ez azzal jár, hogy be kell fogadni, viszont ezt meg az ego próbálja elég keményen támadni. Tehát ott két tűz között vagyunk megrekedve, és ezért kell tudni ezeket a technikákat, hogy oké, itt az ego, az azt mondja, hogy negatív érzést ad, és azt mondja, hogy ezt nem kellett volna, de az ego minket büntet. Mi gyógyulunk, és akkor az ego azt mondja, na látod, szeretsz lebegni, ez kellett neked? Na látod. És erről szól, tehát ez olyan, mint valamilyen, hát tudod, mint mondtam, egy predatory, az mint egy dupla ügynök. Van egy ilyen szó angolul, amit használtam még az előadásom, hogy predatory. Az azt jelenti, a predátor, ugye ez az ilyen támadó, ilyen vadállat. Tehát az egónak így az alacsonyabb része, amit majd elmagyarázom, mert Timinek van még egy csomó jó kérdése, az egy dög. Nem kell utasítani, mert az a mi részünk ugyanúgy, csak tudni kell azt rajta, hogy nem keménynek kell lenni ahhoz, hogy ezeken a rétegeken át tudjunk menni. Mert büntet minket azért, mert haladunk a fény felé. Tehát az ego, meg a gyógyulás, az egót azt úgy lehet, úgy tudjátok felfogni, főleg így az alcsán, az az ördög. Tehát az ego az Isten ellen harcol. És mivel isteni lények vagyunk, arról szólunk, hogy kitakarítani ezt a serleget, az elmét, a testet, és befogadni az isteni fényt, az ego meg akkor behisztizik. Hisztis. Csapkod. És akkor Timinek a következő kérdése az, hogy persze óvatos minden új információval. Ez nagyon jó, mert most igazán bibliai időkben élünk. Most vagyunk egy Biblia vége felé. És most van az, ami megint nagyon-nagyon nagy pofont fog adni az emberiségnek, hogy rengeteg fals, hamis proféta van. És értem, és igen, vigyázzatok az új információval, természetesen. Nagyon sok a fals proféta, hamis proféta. És úgy lehet őket meg így felismerni, hogy nem mondják el az igazságot, a teljes igazságot. Tudod, nem is tudják a teljes igazságot, azért is
hamis proféták, viszont a legtöbb le van fizetve. Ez egy nagyon-nagyon fura dolog lesz majd az embereknek ezt megtudni, hogy tele voltunk, körül voltunk véve olyan emberekkel, akikre fölnéztünk, és nem az érdekünket szolgálták. Mindig mondtak olyat, ami tetszetes volt, de mindig kihagytak dolgokat szándékosan, vagy félrevezettek minket. Nekem jó pár mentorom az nagyon magas szinten, vagy helyről jött, tehát nagyon profi tudásra jött. Tehát vannak olyan tudással jött, hogy az eszméletlen, és már tőle már 2011 óta tanulunk ezektől az emberektől, akik tudják, mi folyik a függöny mögött, akik tudják, mi folyik a színpad mögött. És akkor ez volt az információtól, és akkor még van egy olyan, hogy kialakult egy fura betegség, ilyen tremor, vagy ilyen rázkódás, ilyen mint epilepszia lenne. Mint ígértem, meg fogom csinálni ezt az árnyoldal és információs prezentációt, amikor megmutatom, hogy mik azok a rétegek, meg azok a struktúrák, amit ha megismersz, akkor beindul egy eszméletlen komoly tisztulás és gyógyulás. Mikor lementünk egy bizonyos mélységre, ott ebbe a kígyóverembe, először ott még tudod az ember egy kicsit megijed, de onnan is, ahogy mondtam, technikákkal ki kell szállni. Amikor már a kígyóvermen át verekedtük magunkat, akkor jönnek ezek az eszméletlen utálatos ego, ninja támadások. És ezt mi belül érezzük, és ez benne rossz, hogy tudod, jót csinálsz, jó úton haladsz, stb. Viszont belül meg úgy érzed meg, hogy az egész világ egy fájdalmas, fura, kusza valami. Ezért kell egymásnak segíteni, hogy tudd azt, hogy nem vagy rossz helyen, hanem egy bizonyos helyen vagy, amiből tovább ki kell lépni, tovább kell lépni. Az történik ezen a nagyon mély helyen, ez a nagyon mély hely, már az elmében, hogy az ego titokban, és ez mindenki ott van, több tízezer réteg mélyen van, az az Istennel verseng. Ez a Lucifer, az a bukott angyal történet, ez bennünk van, egy nagyon-nagyon mély része. És ez a versengés, ez egy ilyen kihívás az Istennek, amikor azt mondja az ego, ez a luciferi metafora, hogy te ki vagy? Ki tett téged Istenné? Mik neked a credentials, tehát mi a háttered, mi jogoz fel téged arra, hogy te Isten lehess. Tehát ezt tudod, és ez bennünk van, mind a két rész. Ezért mondtam nektek, hogy a pozitív gondolkodás az jó, de amikor az ember nem tudja, hogy ez is bennünk van, ez a luciferi, tudod, a bukott angyal viaskodása a teremtővel, akkor nincs gyógyulás. És ez a része az elmének, ami jó pár ezer rétegből áll. Itt vannak ezek a rettenetes, fura guilt, bűntudatok. Itt van ez a rengeteg ősi történet, ami, tudod, az ego nagyon kacifántosan kiteker. Minden kitekert kesztyű az egész. Hát itt a kesztyű. És amikor az embernek tremorja van, vagy ilyen epilepsziás rohamai vannak, akkor ezen a részen vagyunk, és igazándiból az az ego támadása az Isten felé. Rajtunk éli ki magát, vagy rajtunk keresztül jön ki. És mikor látjátok azt, hogy valaki tud, hogy ilyen kis szemtelen, utálatos, ilyen lenéző, lekezelő, ilyen hatalmi konfliktusai vannak, akkor az ebből a részből jön. Ki vagy te? Ki tett téged Istenné?
hogy ne tudod, de igazán ebből ez a vereségnek egy gyógyulatlan sztória. Akit vereségért, az így fog viselkedni, ha belegondoltok. Tehát, Timi, tudod, ez az ősi vereségnek és az ego támadása az Isten felé. Most ennek vannak természetesen megoldásai, tudod, tehát erre mindig vannak technikák. Csak el szerettem volna mondani a hátteret, hogy tudjátok, hogy ez mind idézőjelben normális, és mindenkiben ott van, és amíg ez, mivel nagyon mélyen van, és amíg ez nincs, nem jutottunk el erre a helyre, mert tudod, legtöbb ember itt fölül van, fölsőbb rétegekben mozog, addig nem látjuk. És az ego az szépen lappangott, tudod, megbújik, és azt mondja, hogy oké, kezdesz egy kicsit túl közel lenni az Istenhez, kezdesz egy kicsit túl közel lenni, túl gyorsan gyógyulsz, vissza, és akkor rajtunk keresztül ez a támadás. Az epilepsziás roham az erről szól. Van egy angol nyelvű előadásom a Hang podcasten, arra szól az epilepsia vagy a trámoroknak a spirituális okai, hogyha rámentek a weboldalamra, az amerikai weboldalra, robertszentes.com, akkor a resources alatt vannak podcastek, és akkor ott van egy olyan, hogy minek is hívják, hogy a spirituális okai ennek a rázkódása. Csak 30-at csináltam, tehát nem olyan nehéz megtalálni. Abban elmagyarázom, hogyha beszéltek angolul, ugyanezt, hogy ezek a belső támadások, a bennünk lévő konfliktus, igazán a bukott angyal és az Isten között. Jó? Tehát erre mondom, vannak technikák. És hogyha ez van, tehát hogyha én ezt gyógyítanám, vagy hogyha dolgoznék ti, akkor azt mondanám, hogy mesélj egy picit így, hogy mi a szimptoma, hogy érzed magad, és akkor integrációs technikákat használnék, hogy reprezentálja valami ezt az álláspontot, reprezentálja valami ezt az álláspontot, és akkor én integrációs technikával, amikor ezt megoldjuk, akkor megszűnik ez a belső konfliktus, az ego harca az Istennel, és akkor elmúlik az epilepsziás roham. Látjátok, tehát minden igazán az elméből ered, csak mivel látjátok, nagyon mély és nagyon komplex, és mikor leérünk ebbe a kígyóverembe, és akkor az alatt vannak még sötétebb részek, ahonnan ered ez a csomó minden, ezért van nagyon sok ember megrekedve, mert ezek a részek ismeretlenek. És akkor persze a tipikus ugye megoldás eddig az volt, hogy gyógyszert kapni, ami lenyugtat, de a lenyugvás az csak akkor jön, amikor az elme semleges. Jó? Tehát miért haragszunk? Ezt még beteszem ide, mert szerintem ez fontos. Jó. Hogy miért haragszunk? Miért van ez a rettenetes düh? Tehát ezt a részünket, ezt hogy tudjuk meggyógyítani? Azért van düh, mert valamikor minket valaki bántott. Valószínűleg több százszor, vagy akár több ezerszer. Gondolj az életre, az ősi történetekre, és tudod, magadon felül gondolkodj. És vereséget szenvedtünk, elseggeltek, utána kinyírtunk valakit, utána jól olvastunk, utána berúgtunk, utána partiztunk, szexeltünk. Tehát az egész élet erről szólt, hogy egy ilyen ide-oda inga, tehát nem voltunk igazán így a középpontban. Végül is teljesen semmi baj nincs ezzel, csak ezeket mind szépen szortírozni kell és integrálni. És amikor minket trauma ért, úgy, hogy mi vereséget szenvedtünk, akkor ez a része az elmének, ez aktiválódik, vagy megsérül. És ennek a szimbóluma, amit mondtam, ez a bukott angyal és az Isten közötti konfliktus. Jó? Hogy kezdeni gyógyítani? Mi mondtam, először integrálni kell ezt a bukott angyal energiát az isteni energiával, akkor megszűnik ez a nézeteltérésbeli probléma.
utána meg kell gyógyítani a verességeinket, a ki nem hevert verességeinket. Okay, ez nagyon fontos. Csak most próbálom magyarul visszahozni, mert ezek az előadásai nekem mind megvannak angolul. Nem a YouTube-on, hanem ezeken a tréning kurzusokon belül, csak mondom, hogy van a... Ja, igen. Azért, amikor mi vereséget szenvedünk, az rossz. Én engem is gyerekkoromban megvertek, én is megvertem egy csomó mást. Volt itt is vereség, ott vagy veszteség, vereség, tudod, ilyesmi. Ezeket mind fel kell, ezeket integrálni kell. Ezek egy nagyon, nagyon, nagyon mély történetek. Amikor bennünk már felgyülemlik, elég ilyen vereség, meg veszteség, meg ilyenek, akkor elkezdjük utálni a világot. Ez az utálás, ez ebből jön, ez annak egy kompenzációja. És amikor mi elkezdjük utálni a világot, akkor elkezdjük utálni magunkat, ez sokszor önutálatból vagy van is megmutatkozik, elkezdjük utálni a testünket, elkezdünk utálni másokat, és elkezdjük utálni, igazándiban nem kezdjük, hanem akkor metaforikusan utáljuk az Istent, utáljuk a Teremtőt. És ha ezen tudod, átdolgozzuk magunkat, és integráljuk, és meggyógyítjuk ezeket az utálatos részeket, utána az utálásos részeket, utána meggyógyítjuk a veszteség, vereséges részeket, utána megszűnik ez az epilepsziással, valami. Utána meg fogunk nyugodni. Ezért van. Jó, ez innen jön. Jó van. Remélem, hogy segített. Akkor köszönöm a figyelmeteket, és majd csinálom a következőt. Szép napot!